Sziasztok, Dolgi vagyok! Itt is lennék a Sims 400 Baba kihívás következő részével. Láthatjátok, hogy ez a videó nem egy montázs videó, és nem is egy livestream, pedig az előző rész végén ugye ezt ígértem nektek. Az az igazság, hogy nagyon sokan írtátok azt, hogy tök jó lenne, ha visszaköltöznék a nagyvárosba, hogy kedvet kaptam hozzá, ugyanis ott elég nagy volt a nyüzsgés, elég könnyű volt ismerkedni is, és most már szerintem van annyi pénzünk, hogy a gazdag negyedben tudjunk magunknak bérelni egy lakást, úgyhogy mindenféleképpen szeretném megnézni, hogy milyen a gazdag negyedben élni, ugyanis eddig még ugye egyik Sims sorozatban sem tudtuk ezt kipróbálni, és szerintem most már van elég pénzünk hozzá, legalábbis őszintén remélem. Viszont még mielőtt elköltöznénk, szeretnék egy kicsit kockáztatni, bár talán annyira nem is lesz kockáztatás, ugyanis elég jó hangulatban van a kút, és talán még egy kicsit tudnánk emelni azon a pénzösszegen, amivel jelenleg rendelkezik a családom. Úgyhogy szeretnék Simoleont kívánni. És fú, nagyon-nagyon remélem, hogy ez most nem a gonoszan vigyorgós, hanem a nagyon-nagyon boldogan vigyorgós, és mondjuk még egy 7000 Simoleonnal meg tudnánk emelni ezt az összeget, már csak azért is, mert valószínűleg nagyon-nagyon drága lesz. 5800 Simoleon, az sem rossz. Valószínűleg nagyon-nagyon drága lesz ugye a bérleti díja is ezeknek a házaknak, ugyanis ezeket nem csak megvenni kell, hanem utána ugye fizetni kell hetente, ugyanúgy, mint ennél a háznál ugye a számlákat. Na jó. Az inventoriukba egyébként beraktam minden olyan dolgot, ami fontos lehet. Itt vannak nálam a sírkövek, tehát azokat biztos, hogy nem fogjuk itt hagyni. Illetve itt a családi inventoriban is, itt van egy WC, egy kád, illetve egy mosdó. Ezek maxra vannak ugye már felszerelve, tehát fejlesztve vannak. Ezeket azért viszem magammal, mert ugye jelenleg Grétának a barkácsolási szintje az nulla. És nem lenne jó ugye ezeket elveszíteni, ezek nehezen törnek el, jobban tisztítanak, nem kell őket folyamatosan sikálni, úgyhogy szerintem ez így király lesz. Itt van a nagy rózsaszín izé, amit az űrben találtam. Ezt többen is írtátok, hogy ezt mindenféleképpen vigyem magammal az új házba. A rakétát is viszem, illetve ezt a néhány bokrot, amit mondjuk nem tudom, hogy a nagyvárosban hogyan fogunk hasznosítani, de azért nem árt, hogyha nálunk van, majd valamit kitalálunk rá, hogy tudjuk majd használni. És szerintem akkor költözzünk is, és akkor rámegyek arra, hogy manage words, és ugye itt tudom majd kiköltöztetni a teljes háztartást. Azért nem csak Grétát költöztetem most el, mert többen is írtátok azt, hogy mindenféleképpen szeretnétek látni azt, ahogy Camilla meghal. Mert eddig is így volt, és akkor legyen meg a sírkövé, és akkor majd lehet vele találkozni szellemként, meg minden ilyesmi. Úgyhogy jó, úgy voltam vele, hogy akkor költözzenek együtt, és akkor menjünk Sanmai Shunoba. És itt a gazdag negyedben szeretnék mindenféleképpen ugye egy házikót bérelni. Itt elméletileg van egy elérhető ház. Wow, ez ilyen emeletes? Ez baromi jól néz ki, de ezt nem tudjuk kibérelni, annyira drága. 7500 Simoleon a heti bérleti díj. Jó, akkor szerintem erről lemondhatunk. Jelenleg 93000 Simoleonunk van. Igen, bár mondjuk ebben még ugye nincsen benne az, hogyha eladjuk a házat, de azért ez elég durva, ez elég durva. Itt milyen házak vannak? Van egy ilyen, ezeket elméletileg már meg tudjuk fizetni. Itt azt nézem, hogy olyan, mintha itt tartozna hozzá egy ilyen kis teraszrész. Bár nem tudom, mert itt is mutatja, és ez egyáltalán nem kapcsolódik hozzá. Azért ezek már szép nagy házak. Ennek a heti díja 3500 Simoleon, ennek pedig 2500. Milyen házak vannak még itt? Azért jó lenne megnézni. Itt is van egy. Itt laknak fengék, úgyhogy ebbe sajnos sem tudunk beköltözni. Viszont itt van ez, ennek 5000 Simoleon ugye a heti bérleti költsége, és ha jól látom, akkor ez is emeletes. Ez mondjuk jó nagy. Ez mondjuk jó nagy. De nem tudom, hogy megengedhetjük-e magunknak ezt az óriási házat. Biztos egyébként, hogy át fogom ezeket építeni. Nekem ez tetszik, és itt biztos, hogy volt erkély rész is. Úgyhogy szerintem akkor ezt fogjuk kiválasztani, mert itt nem vagyok benne biztos, hogy ez erkély. Itt viszont, mint hogyha lenne ott, látjátok, egy ilyen kis erkély rész. Ez sem lesz olcsó, és lehetséges, hogy nem is fogjuk tudni ezt hosszú távon fizetni, de azért nézzük meg. Egyébként lehet, hogy majd pont azért fogunk innen elköltözni, mert nagyon-nagyon drága lesz a bérleti díj, de próbáljuk meg, hogyha eladunk mindent, akkor elméletileg marad 30000 Simoleonunk, és igen, szeretném azt, hogy ez berendezve legyen meg. És akkor nyilván egy kicsit át fogom építeni, szóval ebben a részben elég sok lesz az ilyen
építkezős rész, de hát egyébként is valószínűleg erre számítottatok, úgyhogy nem hiszem, hogy ez bárki is bánni fogja. Az biztos, hogy szeretnék 3 gyerekszobát, egyet a tipegőknek, egyet a gyerekeknek, egyet pedig a tiniknek, tehát az ilyen kisiskolás gyerekeknek. És szeretnék még egyet nyilván az anyukának, és ha már ilyen emeletes házunk van, akkor lehet, hogy az is jó lenne, hogyha lenne 2 darab fürdőszobánk. Igen, és van itt egy ilyen kis terasz rész, ez nagyon-nagyon király. Úgyhogy ide kellene szerintem vennünk első körben egy ilyen ültetős ládát, és akkor biztos, hogy nem lenne gond a pénzzel, mert ugye elhoztuk a bokrokat, szóval legrosszabb esetben abból, amit Camilla itt felépített nekünk, tudunk gazdálkodni. Ez kell nekünk, ez a Garden Planter Box. Ezt viszont ide egy középre szeretném lerakni, és ebből szerintem egy 3-at is vehetnénk, mert így minden egyes oldalról majd el fogja érni, és akkor biztos nem lesz ezzel problémánk. És első körben a Blackberry-ket kellene elültetni, ugyanis ugye azok adják a legértékesebb terményt, tehát ez fog nekünk a legtöbbet érni. Szerintem amúgy 3 ilyen boxnál több nem is kell nekünk, igen, ez pont ki is tölti a Blackberry basoknak a helyet. Mi van még itt? Van grape, meg dragon fruit. Mondjuk ez superbi, ez a legjobb. Hát akkor lehet, hogy ettől sem szeretnék megválni. Bár az még már túl sok lenne. Jó, akkor ő most itt egy kicsit még pihenni fog, a többit viszont eladogatom, mert nem hiszem, hogy szükség lesz rá. Ezt, hogy hova rakjuk, nem tudom, majd keresünk neki valami jó helyet. Hol van most jelenleg nekünk a fürdőszoba? Hol van nekünk most itt jelenleg a fürdőszoba? Ez a picike lenne? Ez a picike lesz valószínűleg. Jó, akkor ezeket itt most eladom. És lerakom ide ugye azokat, amiket elhoztunk a régi háztartásból, ugyanis ezek eléggé fejlettek, nem fognak tönkre menni, szóval tök jól járunk velük, és szerintem ez így még talán jobban is néz ki. Nekem ezek a modern bútorok jobban tetszenek. Jó, és egy fürdőszoba van most így, hogyha jól látom. Itt van egy ilyen kis öltözős szoba, de ez szerintem tök fölösleges. Jó, hát az a vörös... Úristen, ez a könyvespolc, ez borzasztóan ronda. Ugye ettől biztos, hogy most meg is válunk. És itt van egy számítógép, ez viszont így fölösleges ide. Meg akkor ez a fal is. Itt amúgy volt, ami jó, az a bejárati ajtó. Mondjuk az a fal az ott jó pofa, hogyha oda valami olyat rakunk, ami esetleg még hasznos is lehet. Mondjuk, hogyha lenne kis állatunk, és szerintem az elején még meg is engedhetnénk magunknak, akkor ide lehetne a kisállatnak rakni dolgokat. Ugyanis a legelején ugye még nem lesz annyi ember a háztartásban, hogy probléma legyen az, hogy van egy állatkánk, úgyhogy akkor lesz egy állatkánk is, remélhetőleg beköltözhetnek ide. Ha nem, akkor ki kell találnunk valami más, úgyhogy a jogac utca az lehet, hogy megmarad fönt az emeleten, de először akkor inkább legyen ez, és ebből esetleg valami más szint is kiválaszthatnánk. Legyen egy ilyen önetetős, és kutyusunk vagy cicánk legyen. Volt már egyszer kutyusunk, úgyhogy akkor most legyen egy cica. Legyen most egy cica, és nekem az az elektromos lézeres alom kellene, ami ugye egyből eltünteti a macskak, akit nem kell vele foglalkoznunk, a világ legjobb találmánya. Legalábbis szerintem simán lehet nevezni a világ legjobb találmányának, és akkor akár ide rakhatnánk egy ilyen nagy macska játszóteret, vagy hát én nem is tudom, hogy ennek pontosan mi a neve. Majd a cicások úgyis megírják. Jó, szerintem az ott tök jól... Ó, van még nagyobb is? Mi a különbség? Nagy különbséget nem látok köztük, csak az egyik drágább, mint a másik. Ebben van valami plusz? De tényleg, ez miben különbözik ettől? Ugyanúgy van rajta egy ilyen hely, ahova be tud menni, ugyanúgy van ott egy ilyen kis játék, egy ilyen kis hely, amire rá tud feküdni. Ja, hogy ez kárpitozott, ez pedig nem kárpitozott. Valószínűleg akkor ez nehezebben megy tönkre. Jó, akkor legyen ez. Legyen ez, ez viszont milyen színekben elérhető. Nézzük meg a design tool-lal. Hát, ha van itt olyan, ami jobban illik. Igen, ez határozottan jobban illik ebbe a környezetbe. Viszont ezzel a tálkával nem vagyok annyira elégedett. Mert ennek a színe az a piros nem volt valami szép. Esetleg még egy ilyet vehetnénk, egy ilyen macskajátékot. Ezzel is biztos, hogy el fog játszani a cicánk. Jó, szerintem
Szerintem ez így teljesen jó. És az a helyzet egyébként, hogy nekem ez a grill ez nagyon tetszett idekint, úgyhogy azért lehet, hogy veszünk ide egyet. Azért csak jó lesz, hogyha jönnek hozzánk át vendégek, vagy ilyesmi, itt kint megsütjük, aztán bent megesszük. Nem muszáj kint az erkélyen megenni, én azt mondom. Jó, ez így szerintem király. Elég nagy terek is vannak, szóval azzal sem lesz probléma. És akkor itt ezt a felső részt kellene átalakítanunk, de nagyon. Arra gondoltam, hogy akkor ez a kis szoba lesz a tipegőké, és akkor első körben szeretném itt megváltoztatni ugye a padlót, illetve a festést is, ugyanis ez nem túl gyerekbarát szerintem. Mármint nyilván azért a gyerekeket annyira nem érdekli, hogy milyen a falfestés, főleg tipegőkorban, de azért legyen valami barátságos, valami aranyos, ami lehetőleg nem üt el ettől az egész környezettől. Ami amúgy nem lesz egyszerű dolog szerintem, mert mondjuk ez már nagyon-nagyon rikító sárga. Esetleg ez tök aranyos, ilyen kis pingvines. Ja, ez egészen gyerekszobás. És akkor nézzünk nekik ágyat. Az az igazság, hogy elég nehéz lesz itt választani, ugyanis ugye van egy csomó nekem így letöltve ilyen custom content formájába, és azok nagyon jól néznek ki, és kicsit jobban is ki tudják magukat pihenni rajta a toddlerek, úgyhogy valószínűleg custom content-eset fogok használni, főleg, hogy ugye ott vannak ilyen pakkok, tehát hogy hozzáillő cuccok is. Ez mondjuk, láthatjátok, itt van ez a omál is. Ezek szerintem nagyon-nagyon jól néznek ki. Úgyhogy akkor ezt fogom most használni. Ez milyen húzatok vannak, vagy a húzat az marad olyan, amilyen... ez nagyon király, ez nagyon-nagyon tetszik. Jó, akkor ezt fogom használni, és egyelőre szerintem... 3 darab toddler ágy elég lesz. Nem hiszem, hogy egyszerre több toddlerünk lesz, mint 3, bár volt már olyan, hogy ugye 6 is volt, de azért bízom benne, hogy annyira nagyon sok tipegőnk nem lesz egyszerre. Aztán ha igen, akkor majd valahogy megoldjuk emeletes ágyakkal, vagy ilyesmi. És hol voltak még ezek az omális cuccok? Valószínűleg, hogyha rámegyek itt a teljes gyerekszobára, akkor az összeset majd ki fogja nekem itt listázni. Van ilyen kis etető szék is, de én ezeket őszintén szóval annyira nem szeretem, ugyanis ugye amikor belerakja az anyuka a tipegőket ebbe az etető székbe, akkor mindig az történik, hogy benne felejti őket, és az örökké valóságig csak sírnak a babák, és aztán el is vihetik őket, ami annyira nem király, viszont lehet, hogy érdemes lenne azért csak a díszkedvéért venni egyet. De ezt meg nem lehet egészen oda rakni a falhoz. Jó, akkor szerintem a Move Objects csalást most azért aktiváljuk. Okés. Így azért már egy kicsit egyszerűbb. Sőt, határozottan sokkal egyszerűbb. Egy ilyet is vehetnénk, de ezt inkább én a fürdőszobába venném, mert nem hiszem, hogy jó az, hogyha oda berottyant a gyerek. Tehát, hogy az úgy határozottan nem jó, hogyha mindenki azt szagolja, úgyhogy azt inkább oda veszem meg. Mit lehetne még ide rakni? Buborékfújó? Nem tudom egyébként, hogy ezt mennyire tudják használni, de vehetnénk egy buborékfújót is, meg esetleg egy ilyen kis játékkockát is. Pikachut egy kicsit közelebb rakjuk, úgy. Esetleg még van itt valami bármi, amit lehetne, aztán egy cicaplüss. Ha már úgyis lesz cicánk, akkor mondjuk ez eléggé nagy. Úgy sem akarom elhelyezni, hogy aztán meg ne tudjanak beszállni az ágyba, mert az meg kellemetlen lenne. Hát nem tudom, hogy így bele tudna-e szállni az ágyba, hogy az ott úgy van. Mindegy, lerakjuk ide, aztán majd meglátjuk. Ha nem tudja használni, akkor eladjuk. És akkor ez lesz itt a rendes, ugye, gyerekeknek a szobája. Ezt a szobát most egyelőre üresen hagyom. És itt van még egy fürdőszoba. Aha, ezt fogom majd valószínűleg átalakítani a tiniknek a szobájává. Úgyhogy most ezt is itt kipucolom. És ezt pedig meghagyom, ugye, nyilván Grétának. És akkor majd, hogyha ugye elkezdenek felcseperedni a tipegőink, akkor elkezdem ezeket a szobákat is berendezni. Egyelőre viszont tök fölösleges lenne ezek után, a bútorok után fizetni azt a rengeteg pénzt. Úgyhogy csak azért is most eladogatom őket, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz itt a végső sorsa. Ez egyébként itt nem egy fürdőszobának indult. Ezt át lehetne alakítani fürdőszobává. Tehát lenne egy ilyen nagy közös fürdőszoba, meg lenne egy Grétának külön. Az mondjuk még hasznos lehet. Elég nehéz amúgy ezt rendesen berendezni, mert ahány dolog van, annyi különböző stílus is.
Vagy akár használhatnánk ezeket is. Ezek tök jól néznek ki, amik ezzel a kiegészítővel jöttek be. Van hozzá WC is, meg minden ilyesmi? Na akkor biztos, hogy nem tudjuk elrontani a stílust, mert ezek határozottan egy stílusúak. De WC-ből meg nincsen olyan, ami azzal a kiegészítővel jött volna be. Hűha, hűha. Ez annyira még talán nem üt el tőle. És ha itt van hozzá a kád, jó. Kád az biztos, hogy van. Mondjuk lehet, hogy más színben kellene. Melyik az, amelyik? Ez így. Jó, szerintem ez így király lesz. Mondjuk ezt lehet, hogy így elforgatom erre. Bár nem hiszem, hogy szeretné bárki is nézni magát WC-zés közben, úgyhogy inkább odarakom. És akkor ezt pedig elforgatjuk így ide. Hogy amúgy ez is egy ilyen nagyon berendezett szoba. Aha! Nézzük csak, hogy mit is rejteget pontosan ez a szoba. Jó, ezeket itt kitörlöm. A ruhák viszont akár maradhatnának is. Itt a kád fölött viszont lehet, hogy ez a rengeteg szekrény egy kicsit sok. Így. Jó. Jó, én azt mondom, hogy határozottan elégedett vagyok most így jelenleg a háznak a külsejével. És akkor, amit még szeretnék gyorsan megcsinálni, az az, hogy örökbe szeretnék fogadni egy cicát. A sírköveket viszont nem tudom, hogy hol rakjuk most így. Majd kellene valami polcot találni nekik. Elméletek itt, hogyha jól látom, akkor van is egy polc, úgyhogy ha minden igaz, akkor ide tudjuk ezeket rakni. És akkor ilyen urnaszerűen lesznek itt, nem sírkőszerűen. Szerintem az se rossz, az se rossz. Úgyse fognak minket a szellemek zaklatni, hogyha minden igaz. Többet nem is lehet ide felrakni. Ennyi a kapacitása ennek a polcnak? Aha. Az király. Jó, akkor viszont valami más módszer kell majd. Hát ez tök hülyén néz ki, hogy így bele van olvadva a szekrénybe. Meg az is, hogy csak ide mellé van lerakva. Úgyhogy bár csak olyan volt, mintha egy darabig engedte volna. Elmeteg... Jaj, nem fölnagyítani akartam, és mivel nincsen átállítva a billentyűzetem angolra, most nem tudom lekicsinyíteni. Sárának ilyen oltári nagy urnája lett. Ezt most ott hagyom, aztán majd lekicsinyítem. Ez egyre rosszabb. Jó, igen, ennek is majd kell találni valami helyet. Akár így ide is rakhatnánk, mint a szoba szépe. Bár határozottan nem lesz a szoba szépe, de... De annyian írtátok, hogy ezt tartsuk meg, hogy megtartom. Na, akkor... Stay focused, fogadjunk örökbe egy cicát. Fogadjunk örökbe egy cicát. Nézzük, milyen cicák vannak. Idős cicát szeretnék. Vagy olyat, ami már felnőtt. Mert ugye nem szeretném, hogy túl sokáig foglalja a háztartásban a helyet. Ő kis cica, felnőtt, 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 és ő is felnőtt. Van Coco, Lily, Jim, vagy Catastrophe. Melyik lenne a jó? Melyik lenne a jó? Ez a Catastrophe, ez jól hangzik. Tehát ez a katasztrófa cica, ez határozottan megnyugtat a nevével, úgyhogy én őt szeretném. És szerintem fogadjuk is örökbe. Kicsit zsákba macska lesz. És nyilván csont, mert az a család nevünk. Katasztrófi csont. Na. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik? Clever, glutton, falánk, okos és frisky. Jó, aktív. Igazából ez szerintem annyira nem rossz cica. Úgyhogy nem jártunk vele rosszul. Egyébként határozottan jól néz, kurusen ez borzasztó. Ez az óriási nagy urna. Ezt be lehet amúgy gyújtani? Hogy néz ki, hogyha ezt begyújtjuk? De jó pofa. Tök jó. Jó, a cicának viszont adjunk kaját. Töltsük meg neki. Biztos, ami biztos legyen mindig. Illetve állítsuk be az időt is. Mi? Tűz? Ne már! Most itt egyből? A cica is ott ugrál a tűzön? Hát ez hihetetlen.
És így nem is érdekli a macskát amúgy, hogy fölgyullad. Ja, te érdekli, hogy fölgyullad. Örökbe fogadtunk egy cicát, aki abban a pillanatban fel is gyulladt. Imádom a Sims-et, mondtam már. Valahogy meg tudjuk fürdetni a cicát, mert látom büdös lett. Az ott mi? Ez a macska szőr? Hűha! Mi ez a scold? Ezt nézzük meg, hogy ez mit tud. Ú, tényleg kell majd vennünk pénzkukát. Kell majd... Ja, hogy közben itt volt a csávó, akitől örökbe fogadtuk, és végignézte, hogy felgyulladt a macska, és ennek ellenére azt mondta, hogy persze, tartsátok meg, jó lesz nálatok, jó helyen lesz, látom. Igaz, most majdnem meg is halt az a cica, de nálatok jó helyen lesz. Van itt pénz, van itt pénz. Hűha. Néha nem értem a logikát, ami a Sims mögött van. De szerintem ezzel sokan így vannak. Jó, pénzkuk az... az OP, úgyhogy az kell. És remélhetőleg nincsen másik kuka itt a háztartásban. Hát a bokrok, hogy itt hogy fognak növekedni, azt nem tudom. Viszont érdemes lenne leszedegetni őket. És egészen sok pénzünk maradt annak ellenére, hogy ide beköltöztünk a gazdag negyedbe, úgyhogy én egészen bizakodó vagyok ezzel kapcsolatosan. Hát remélem tényleg nem lesz probléma, és tudjuk majd fizetni itt a lakbért is. És remélem egyébként nektek is tetszik ez a döntés, hogy ide költöztünk, mert tényleg itt sokkal nagyobb élet lesz, higgyétek el. Itt folyamatosan lesznek ugye események, amikre nem kell egy másik külön szomszédságba elutazni, hanem egyből csak oda leugrunk, és akkor jól érezzük magunkat. Egészen itt vagyunk, wow, egy ilyen felhőkarcoló csúcsán. Szóval tök jól néz ki. Szerintem nagyon-nagyon király, van itt ilyen kis edzőterem is. Wow, ide is majd el lehetne nézni, ez is nagyon-nagyon jól néz ki. Szóval tényleg ilyen nagyon nyüzsgő város ez is. És már hiányzott, annyira nyugis volt az előző. Jó, ezeket amúgy tudnánk ivolvolni? És de Kamilla tudja ivolvolni? Grétának a külsőjét egyébként majd meg akarom változtatni, viszont azt már biztos, hogy a következő részre hagyom, mert az is egy hosszabb dolog lesz, és nem szeretném tényleg csak azzal ezt a részt eltölteni, hogy építkezek, meg szimeket alakítgatok, meg ilyesmi. Hanem azért szeretnék egy kis játékot is. És hova lett az, amit leszedegetett? Oh, 78 darab Blackberry termet? Az kemény! Wow! Na jó, oké, erre nem számítottam, azt hittem, hogy ilyen 10-20... Végülis, amikor beraktam az inventoriba, akkor ugye leszedte róla az összeset, szóval ez így eléggé durva. De elméletek ezt lehetne ivolvolni. Úgyhogy azért légy szíves, ezt még csináld meg, mert valamiért Gréta erre nem képes. És amíg még él Kamilla, talán jó lenne, hogyha ezt megtenné nekünk. Jó. Többit nem lehet, ugye? Többivel nem lehet mit kezdeni. Hát, ha bármit tud azért még csinálni. Jó, megöntözgeti őket. Igen, amúgy jó lenne hívni majd kertészt ide, ehhez. És igen, majd kellene neki egy dolgozó szoba. Ugye azt mondtam még, hogy szeretnék neki egy dolgozó szobát. Ja, itt a lift van, ide nem lehet építkezni. Lehet, hogy majd akkor ebből a hálószobából lecsippentek egy kis darabot, és akkor azt átalakítom ilyen dolgozó szobává. Számítógépünk viszont így most nincsen, szóval nem tudja tanulni a hackkelést. Nem tudja tanulni a hackkelést, ez viszont probléma. Jó, akkor azért csak veszünk most neki ide egy számítógépet. Csak most a külön szobácskát azt nem alakítom ki neki. Mert lehet, hogy egyébként majd számítógépekre is nézek valami custom contentes dolgot, meg ilyen íróasztalokra, meg ilyesmikre. Hát melyik illene ide? Mindenféleképpen valamilyen ilyen régies stílusú. Ja, ez határozottan ide illik. Ez mondjuk nem tudom miért jó, de oké. Akkor inkább odarakjuk, és akkor kellene neki valami kényelmes szék, amiben ülhet. Bármeddig nem lesz belőle semmi problémája. Ez nagyon Isten, ez ki használja? Ez szint így számítógépes szék, én nem is tudom. Hogy ezek dining chairek egyébként. Aha. Oké. Lehet, hogy ez. Ja, ez már kicsit jobb. És akkor egy jó számítógépet. Jó, ez törhetetlen. Ez szerintem tökéletes lesz neki.
és akár akkor hekkelhetne is egy kicsit. Hack és a Lotario Trust Fundot. Ugye az már a második, tehát hogy ezzel elmetek több pénzt kapunk, hogyha ezt töri fel. Camilla egyébként milyen fit, még most is nyomja itt a fekvő támaszokat, meg minden ilyesmit. Majd egy robot porszívót is érdemes lenne venni. Ó, és jönnek üdvözölni minket, aha. Szerintem őket most hagyjuk. 119 Simoleont keresett. Hát abban nem hiszem, hogy fönt tudjuk tartani ezt a nagyházat, úgyhogy jó lenne, hogyha egy kicsit majd ezt tudnánk emelni, ezt az összeget. Minek örülsz ennyire, te lány? Mit csinálsz most? Trollkodik. Trollkodik a fórumokon. Valamiért ez megivott egy kávét, és most az a mániája, hogy akkor ez az, megyek trollkodni egy kicsit. Mert ez milyen király lesz. Ó, gardening service is van. Ó! Szóval ez jár a házhoz. Király. Ez nagyon király. Azt hittem, hogy csak takarító jár ehhez a házhoz. De akkor nem, akkor kertész is. A háznak a tulajdonságait viszont nem állítottuk be. Aha, service apartment, great view. És akkor még valamit ki lehetne itt választani. Szerintem válasszuk ki azt, hogy romantikus aura legyen. Vagy fast internet? Fast internet az egyenlőre nekünk jobb. Úgyhogy akkor az legyen, legyen gyors internet kapcsolat. Gyorsabban tud majd akkor tanulni, hackkelni. Most ugye az lenne a legfontosabb, hogy minél hamarabb elérje ebből a 10-es szintet. Camilla meg nagyon-nagyon fáradt. Hűha, az nem jelent jót, az nem jelent jót ebben az időskorban. És akkor eljött érte a kaszás. Ó, szegény. Ó, szegény. Hát jó, akkor azt hiszem itt lesz a résznek a vége is. Remélem azért tetszett nektek. És akkor ahogy ígértem, nektek fogok letölteni custom contenteket, és akkor befejezzük a háznak a többi részét. Meg azt a másik urnát, amit lekicsinyítem. Még nyilván akkor Camilla urnájának is találunk majd egy klassz helyet. És hát nem nagyon szeretném tovább húzni az időt. Remélem tetszett nektek ez a rész. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Doggy voltam, sziasztok!